Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla, és nem ülök itt egyedül a stúdióba, nagyon kedves vendégem van, bemutatnám a kedves hallgatóknak, Szabó Ildikó ül itt velem, és hát én sokat nem árulhatok el róla, csak annyit, hogy évek óta ismerem, és nagyon közel áll a szívemhez itt Székely hídon ismerkedtünk meg, de megkérem őt, hogy meséljen magáról, és aminek kapcsán itt ülünk a stúdióba, és amiről a mai beszélgetés lesz, az a festészet. Szia, Hildikó! Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözöllek, Csilla, köszönöm szépen a meghívást. Mit szabad rólad tudni? Abszolút mindent szabad rólam tudni. És mit árulsz el a hallgatóknak? Hát talán kezdjük azzal, hogy nem vagyok tőzsgyökeres Székelyhídi, Nagyváradon születtem, ott folytattam a tanulmányaimat, ott lett családom. 11 éve kerültem ide Székelyhídra, és biztonvalhatom, hogy érzem az otthonomnak szeretek itt lenni, és nagyon sok olyan dolgot hozott ki belőlem, amit, amit, nem is gondoltam volna soha, hogy egyszer ilyesmire fogok vetemedni, hogy ecsetet ragadok a kezembe. Én emlékszem rá, először a Magyar Kultúra Napi Bálon találkoztam egy felajánlásoddal például, amit Bőte Csabának ajánlottál, ajándéknak, és felajánlásoddal ami az árverésen is részt vett, és nem is kis összeget hozott abba az évbe a gyermekotthon javára. De hogy kezdtél elfesteni? Mikor vetted először az ecsetet a kezedbe? Mert nem, ahogy mondtad, hogy nem gondoltál arra, hogy, hogy valaha is festeni fogsz, és valaha is úgy fogsz festeni, hogy másnak is, mert azt azért elárulhatom, hogy, hogy én is... Én is fogtam már recsetet a kezembe, de nem, nem tanultam soha festészetet, de szerintem mindenkiben benne van a, a megmutatni vágyás. Na, te mikor fogtál először ez, recsetet a kezedbe? Ez így van, én nagyon hosszú ideig csak, csak néztem, csak a szememmel csak a szememmel festettem, meg rajzoltam. Hát rajzzal kezdtem el, rajzokkal, és Hát volt nekem egy drága kis angyalom, aki mindig megpróbált előrébb nyomni és kihozni belőlem a legjobbakat, aki most is itt van velem. És ő javasolta, hogy menjek el, és próbáljam meg kicsit tovább fejleszteni magam. Hát úgy kezdődött az egész, hogy van egy, egy jobb agyféltekés tanfolyam, amit nagyon sokan Marhaságnak, bocsánat a kifejezésért vélnek, de szerintem egyáltalán nem az. Nem tanítanak megrajzolni, de megtanítanak látni. És én akkor jöttem rá, hogy én, én valamit tudok. És mivel a rajzolásban elég jól haladtam előre, az én kicsi angyalkám azt mondta, hogy miért nem próbálkozom meg egy picit a színekkel. És hát beadtam a derekam, és Elkezdtem, és nem tudom abba hagyni. <laughs> mit, mit fest akkor rajzolsz is, és festesz is? Igen. A kettő az két különböző műfaj, azt hiszem. Mit, miket szoktál rajzolni? Rajzolni inkább portrékat szoktam, de be kell, hogy valljam, egyre jobban vonzódok most már a portrékon kívül a tájképekhez is, mert a, Ceruzával is el lehet érni, egy, egy szürke ceruzával is el lehet érni, hogy 600 árnyalatot csinálj, és, és szépen elmosod. Egyre jobban tetszik. De hát még ki tudja, mi lesz. Mert én még azért próbálkozom, és már gondolkozom rajta, hogy megpróbálkozom egy kicsit a szobrászattal is. Megfordult a fejem, mert nem akarom abba hagyni. Nem vagyok jó nem vagyok művész, nem, nem, érzem magam, nem érzem magam egy olyan embernek, aki most feltétlenül büszke kell legyen magára, de jó lesik, mikor valami szépet tudok csinálni. De és hát az... legyél büszke magadra, szerintem, mert azért elég kelendőek a portékáid, én úgy hát, veszem észre. Igen, igen, hála jó Istennek. és nagyon-nagyon rettenetesen nagy sikerélmény, mikor valakinek örömet tudok okozni. Egy ajándékkal. Egy, rajzolok egy portrét, vagy, vagy, vagy egy festményt adok, vagy, vagy, az, az nekem megfizethetetlen. És miket szoktál festeni? Mert rajzolni akkor ezek szerint inkább portrékat, és ezek grafitrajzok, ugye? És akkor festeni? Festeni inkább tájképeket szoktam. Ö, ma azokból nem tudok betelni, mert, mert mindig bevillan valami valami olyan táj, valami olyan kép, amit úgy érzem, hogy meg kell próbálnom megcsinálni nem mindig sikerül azért maradéktalanul szépen, de de az enyém, az én gyerekem. <laughs> Ez egy külön művészet, azt mondod, hogy hogy tulajdonképpen sose tanultad, viszont nem. a képeid, melyik az első képed, arra emlékszel, amit te legelőször festettél, és, és az, az megvan-e még, és hogy, hogy arról mi volt a véleményed, mert elég szigorú bírája vagy önmagadnak, Hát tényleg szigorú bírája vagyok magamnak. Nem. Nem, nem emlékszem. Most, most nem tudok visszaemlékezni rá, hogy meg volt az első képem. Tal de, de igen, egy, egy volt, az is egy vízeséssel, amit az ujjammal csináltam. Ne csette. Csak úgy nekiestem, és á, lesz, ami lesz belőle, és akkor úgy-úgy vitte a jó Isten az újam hogy most erre-arra húzd a festéket, és mikor, mikor megláttam, hogy mi lett belőle, hú, <laughs> teljesen, teljesen odáig voltam biztos hogy hát ez nagyon jó, nincs már meg az a kép. A három gyerekem közül az egyik nagyon megkívánta, Nú, no, hát akkor ez is szóba került, hogy három gyönyörű leányka édesanyja Igen. vagy, sőt, szerintem az is elárulható, hogy már nagymama is vagy. Ó, mindjárt hatszoros leszek. Ó, és mi az ut a legutóbbi munkád, ami most dolgozol? Hát láttam egy filmet a napokban, és megragadott nagyon egy kép belőle, egy képkocka amit uh, úgy megkívántam, hogy megcsináljam, és most azon dolgozom. felénése se tartok még, de valahogy uh, hát úgy megragadott, mert mert fény van benne, árnyék van benne, uh, szokásomtól eltérően még, még egy kislányalakot is. Uh, festek bele a port. De hát úgy volt a kép, igen. És valahogy annyira magaménak érzem. De mi, milyen volt a kép? Miről szólt ez a kép? A, egy a kép a, Egy a lugasba megy egy kislány. Tehát a kislány csak hátulról látszik. Persze ott, ott még vannak bizonyos javítani valók, de az, az valahogy engem annyira megragadott, hogy ugye árnyékos a lugas, de mégis, mégis benne van a fény, benne van az élet, benne van az, hogy tovább megyünk. Ezt, ezt muszáj megcsináljam. Nem tudom, mennyi időbe fog telni, de muszáj. És említetted azt, hogy a szobrászat felé is hajlanál. Igen. Ha, az meg honnan? Honnan? ez az ötlet. Most csak úgy beugrott. Kíváncsi vagyok, hogy képes vagyok-e abból is valamit kihozni. Tehát koron kell, vagy vagy milyen szobrászat? Fafaragásra gondoltál? Nem, vagy korongozásra nem. gondoltál? vagy? Nem korongozásra, nem. Hát az, az nekem szerintem kezdetnek bonyolult egy kicsit. Hanem olyan kis megpróbálnék megpróbálnék inkább, inkább emberi arcokat, alakokat hogy hogy lehet kialakítani, hogy hogy lehet csinálni. Elkezdtem plasterinnel, próbálkoztam, de hát mondjuk nem olyan az állaga, amit meg hát rengeteg kéne belőle ahhoz, hogy egy, egy miniatűrhöz se szemem nincs, se elég tudásom nincs. Úgyhogy majd egyszer. Rengeteg időm van, még, még alig vagyok akár hány éves. De úgy ö, ö, azt is el kell árulni rólad, hogy ö, nem csak ezzel, ö, nem csak ebbe a művészeti ágba ö, csöppentél bele, hanem ö, írni is szoktál. Ha jól emlékszem, akkor verseid közül jelent meg egy pár a, az érhangjának a... Igen. Igen. A havi lapjában Igen. is az irodalmi rovat alatt, úgyhogy akkor az a művész, aki benned van, az nem veszett el, hanem, hanem hirtelen több területen is megmutatkozik. Van, van egy online felület, amit Emírnek hívnak, erdélyi magyar művészek és irodalmi, és rovat. irodalmi rovat. és ennek is tagja vagy, itt is jelent meg rólad egy portré, egy pár munkáddal. Belük hogy találkoztál, kik ők? Hát ezt, első, hát nem is elsősorban, hanem egyáltalán az egyik szerkesztőknek, Tárnoki boton Zoltánnak köszönhetem, ő fedezett fel. Egy ismerősünk keresztül vette észre, mert hát ugye azért egy picike kis exhibicionizmus bennem is van, és felposztoltam a festményeimet, rajzaimat, és felfigyelt rá, és akkor felkeresett, és mondta, hogy szeretne, szeretnének velem kapcsolatba lépni, és hát azóta is tolja a szekerem, amiért külön köszönet jár neki. <laughs> akkor, ha rákattintunk az e m, m i r rövidítésű Facebook oldalra, mm. akkor ott uh, ilyen napi friss uh, hírek jelennek meg, vagyis írások, meg festmények. Uh, ha jól uh, emlékszem, itt beszélgettünk a műsorban a lépés előtt, és uh, ez a, ez a Facebook oldal kimondottan azért jött létre, hogy erdélyi fiatal, meg, meg, meg most született íróknak a műveit, a festőknek a műveit bemutassa. És akkor van egy-egy ilyen összefoglaló, jelenik meg egy-egy írás, annak függvényében, hogy ki mennyit tár föl magából a nagy közönségnek. Szóval jó kezdeményezés ez szerintem. És uh, itt Székelyhidon azért uh, elég komoly művészeti élet van uh, velük. Van-e kapcsolatod a székelyhidi képzőművészekkel? Vagy hogy uh, nem próbáltál-e kapcsolatot teremteni velük? Vagy hogy működik ez, nem tudom. Hát az igazság az, hogy... Uh... Az igazság az, hogy én uh, túl kicsinek érzem én magam ahhoz, hogy uh, velük kapcsolatot keressek. Uh, Tényleg uh, sok művész van Székelyhídon. Nagyon jók, tehetségesek. Én úgy érzem, hogy nem igazán van mit keresek köztük. Tehát uh, szívesen fogadok bármilyen uh, közeledést, csak. Nem, nem vagyok én még ahhoz olyan jó, hogy én most, most közéjük keveredjek. De hát van egy, van egy van személyes ismerősünk, aki, aki a Tibor Ernő Galériát vezette igen, jó ideig. Igen. Vele valószínű, hogy csak beszéltél igen, pár hát szót ezekről a dolgokról, vagy a véleményét kikérted. Igen, gabruca tiszteletesről van szó, nekem mindig Gavruca tiszteletes marad. Uh, meg is kritizálta a munkáimat, látta is. És valamelyest útmutatást kívánt, adotta? Azt mondta csak azt, amit én érzek. De hát szerintem a művészet az olyan, és uh, ki tudja, hogy uh, mi lesz még ebből. Hát nem szeretnék megállni. Nem szeretnék megállni. Tovább szeretnék fejlődni. Uh, nem. Fogok iskolába járni. Nem ilyen nemű tovább képzésre gondoltam, hanem megpróbálom még jobban fejleszteni magamba azt, hogy még jobban tudjam kifejezni magam, hogy még több technikát tanuljak meg, még jobban tudjam felhasználni őket, és minél több örömet szerezni ezzel. Mindenkinek, akit érdekel, Hm. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom, és főleg azért, mert bíztatás lehet ez mindenkinek, aki érez magába. Feltétlenül érdemes kipróbálni. És honnan induljunk? Hmm. Honnan is lehet indulni? Hát csak azzal, hogy megpróbálunk írni egy verset, megpróbálunk írni egy szöveget megpróbálunk rajzolni valamit, és hát posztolni. Ó, posztolni! <gül> <gül> szóval szóval <gül> használatba venni, és kihasználni ezeket a, mo a modern kór eszközeit, hát. és akkor minél több felületen megjelentetni ezeket a dolgokat? Igen, 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 meg kell találni a megfelelő helyet, mert azért vannak olyan, olyan helyek, ugye a az interneten is, ahol voltak csalódásaim nekem is. Ez mit jelent? Hát például az, hogy teljesen más visszajelzi. Nem, nem kritikára gondolok, mert én a kritikát azt nagyon bírom, hanem teljesen más irányba ment át a, a művészetnek az imádata. Tehát kiderült, hogy egy, egy hülye kamu oldal az egész. Szóval csak óvatosan, amikor van, posztolunk, és van. óvatosan, hogy milyen oldalakra... Nézzünk utána mindenféleképpen, hogy miről szól az az oldal, nézzünk utána, hogy kik vannak benne, hány tagja van. Tehát nagyon óvatosan, nagyon óvatosan. Hanem nem akarunk egy picit kellemetlen meglepetéseket... <laughs> Ildikó, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Van-e valami még, ami, amit gondoltál, hogy idehozol a rádió közönségének? Igen. És ezt feltétlenül el kell, hogy mondjam. Nem tudok elég köszönetet mondani, és nem tudok elég hálás lenni a családomnak és a barátaimnak, akik mellettem vannak nehéz időkbe is, és akkor is, mikor sikeres vagyok, vagy éppen kevésbé sikeres, hát nélkülük nem tudtam volna semmit se elérni, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Ú, ez végszónak pont nagyon jó, mindenkinek nagyon fontos a családjának a támogatása. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm a, szépen a megtiszteltetést. A hallgatóknak uh, szép napot kívánunk, és uh, ne felejtsetek el kattintani, érhangja.ru per rádió, Youtube csatornánkra pedig uh, illik feliratkozni, és ott is meghallgatni ezeket a beszél, beszélgetéseket. Mindenkinek szép napot! Köszönöm szép napot! Takk fyrir að hlusta.